Sziasztok! Arról szeretnék beszélni, hogy ugye, amikor én gyerek voltam, akkor hogyan vettek rá arra, hogy cigizzek. Meg, hát, hogy ugye kipróbáljam a cigit, jobban mondva, meg arra, hogy hogyan hisztam meg, mikor leszoktam a cigarettáról, meg hogyan diétázok egyáltalán, ugye, mert edzeni szoktam minden nap, úgyhogy akkor el is kezdem a mondandómat. Én úgy kezdtem el cigizni, hogy volt egy osztálytársam, ugye osztálytársnőm, ő volt, aki erre rá akart engem venni. És egyszer óra után azt mondta, Kriszti, véget értek az órák, próbáljuk ki a cigit, ugye. És hát akkor nálunk ez volt nagy dolog, ugye, hogy cigizett valaki, hogy ezt próbáljuk ki, és mondtam, én nem akarok cigizni, ne haragudj, engem hagyjál ilyen hülyeséggel. Akkor mondta, de, rábeszélt minden, és akkor ugye ilyen, akkor ugye még nyitva voltak a kapuajak, tehát most már bezárják, ugye, meg kaputelefon van, mert ugye más világot élünk, akkor még nem volt ennyi bűnözés, meg minden, nem szeretnék belevenni ebbe, tehát nyitva voltak a kapuk. És akkor még be tudtál oda ülni, akárhova bemehettél, akár még lakásba becsöngethettél, meg ilyenek. Tehát nyitva volt a kapu, oda beültünk, emlékszem, hogy olyan csempés volt a lépcsőház, ilyen virágos csempés, le tudtál oda ülni, mert volt ott valami pad, vagy valami patkára ültünk le, már ennyire emlik, más nem. És hát sajnos ez a lány már nincs köztünk, meghalt, és ő mondta, hogy gyere Kriszta, cigizzünk. És akkor mondtam, hogy én nem akarok cigizni, ugye, de szívjál, vele cigizzünk, jó van, akkor ad ide. Beleszívtam, ugye köhögtem, nagyon rákoptam, ő már dohányzott ekkor. Ez olyan 6.-7. lehetett, és úgy nálam ez így egy pár alkalom volt, ugye, hogy így beleszívtam, meg rágyújtottunk, meg ízé mindig eldobtam, meg minden. Ezért mindig letolt, mert ugye kemény pénzébe került a cigaretta, hát akkor olcsó volt, és helikon volt, emlékszem nála, és arra gyújtottunk rá, ilyen barna dobozban volt akkor, még ugye puha dobozos volt. Hát nagyon nem akartam én ezt az egészet, ez nálam egy pár alkalommal fordult elő, hogy én beleszívtam a cigarettába, aztán utána hagytam. Dodi alszik a kezembe, nem tudom, hogy látod-e. És aztán úgy telt múlt az idő, ugye, kijártuk a sulit, aztán így el, ugye én is másfele mentem tovább tanulni, ő is másfele ment, aztán teltek múltak az évek, ugye, középiskola, már utolsó éve volt, és akkor így megint egy olyan társaságba kerültem bele, ez meg itt morog, ahol már megint a cigaretta volt. És akkor úgy már tényleg ugye elkezdtem cigizni, de akkor már Marlborót szívtam, ugye én voltam a nagy, mert az én időmben a cigis, hogyha cigiztük, akkor azt gondoltuk, ugye ugyanúgy, mint a mostani fiatalok, hogy ez mekkora dolog. Jó van, cigiztünk. Hát ugye én rászoktam a cigarettára, aztán Marlborót szívtam, először piros Marlborót, én mindig valami drága cigit vettem, aztán emlékszem, hogy nagyon hosszú időszak volt, hogy Szofi, nekem a mentolos cigi jött be, közben jönnek az üzenetek, itt a telefon csak az órám rezeg, azért néztem le, és ugye egy hosszabb időszak volt, amikor én nekem a mentolos cigaretta jött be, én mentolos Szofit szívtam. Ugye a többi nem volt jó, nekem a puha dobozos mentolos Szofi volt a kedvencem, egy ideig azt szívtam. Aztán utána áttértem Marlboróra, ugye, akkor milyen cigi volt még, amit én szívtam egy ideig. Mindjárt mondom, nem jött, multifilter, piros hosszú multifiltert is. Aztán ugye teltek múltak az évek, ugye akkor férhez mentem, lett egy gyerekem, ugye a Niki, és akkor tereség alatt nagyon nehézen, de az első időszakában is leszoktam. Aztán már utána nem is hiányzott, de még mindig utána olyan stresszes maradt az életem, és én sose tudtam így megnyugodni, és ugye meg én mihez nyúltam, a cigarettához.
és akkor rászoktam újra a cigarettára. Először hánytam, tőlem beteg voltam, tőlem minden bajom volt, aztán egy idő után visszaszoktam rá. Igen, igen, mert én amúgy is egy hízós típus vagyok. Dudulka, nem rugdosunk, maradj szépen, jó? Maradj szépen, vagy lemész? Le akarsz menni? Jó van, unod a dumám. És akkor ugye elég nehezen szoktam vissza, amúgy is egy hízós típus vagyok, leteszem a kutyát, mert eléggé nehéz. Menj itt, menj a helyedre. És ugye én elég hízós típus vagyok, és visszaszoktam a cigarettára, meg stresszes is voltam, ugye. Aztán visszaszoktam a cigarettára, teltek voltak az idők, az évek, minden. És aztán ugye a gyerekem már nagyobb lett, és elkezdett óvodába járni. Emlékszem, hogy akkor szoktam le a cigarettáról, de még azt el szeretném mondani, hogy... Vegyél kekszet és menj be! Azért nem engedem bevinni a kekszet, mert a kutya tejérzékeny, ugye, és ő előszeretette megeszi a Nikkelől a kekszet, kiszedi a keziből. És azért engedem úgy meg, hogy ide kijön, itt van az asztalon, ezt a Chio Maxi Mixet szoktam neki venni, mindig itt lent a boltban, hogyha van, és akkor ez nagyon szereti, ennek mindig nagyon örül, hogyha meg akarom lepni, ugye akkor veszek egy ilyen kekszet. És akkor ezt ő megeszegeti, kijön, most is elment utána a Dodi, és akkor eszegeti ő a kekszét, és akkor ez egy napra elég neki. Na, ott tartottam, hogy ugye teltek voltak az idők. Azt még elfelejtettem mondani, hogy én nekem nagyon fejfájós voltam, fájt a fejem állandóan, migrénes voltam, én nekem, amikor migrénem volt, akkor hánytam, ment a hasam, nagyon rosszul voltam egész nap, és én nálam mindig akkor jött ki, vigyázz az a hosszabbítóra, te menjél, hoppá, na, menj a helyedre, úgy, menj a helyedre innen, majd ide teszem a lábam, ugye migrénes voltam, nagyon fájt a fejem, meg minden, volt olyan cigaretta, amit megvettem, és éreztem, hogy utána fáj a fejem, és éreztem, hogy ha a másik cigarettát vettem, akkor attól pedig azt éreztem, hogy nem fáj a fejem. Tehát csak ettől a cigarettától fájt a fejem, ez a kék LD volt, ugye Slimet szívtam, akkor már bejöttek ugye a menőcigik, akkor Slimet szívtam, mondjuk nem volt annyira menő, mert ez egy alcsó kategóriás cigaretta volt, ugye nem volt olyan drága, 500 forint volt, akkor azt hiszem egy doboz, és nagyon tehát fájt a fejem némelyik cigarettától, és akkor észrevettem, hogyha másikra, gyengébbikre áttértem, akkor nem fáj. Na igen, ám, de én már le akartam szokni a cigarettáról, mert ugye hát gondoltam, hogy nekem ez nem tesz jót, valamiért fáj a fejem tőle, és már nagyon le akartam tenni, és már a végén Davidoffot szívtam, de már csak úgy, hogy egy dobozból ilyen 8 szál lett naponta, tehát így le tudtam csökkenteni, mégpedig úgy, hogy figyeltem az órát, és csak 2 óránként gyújtottam rá. És kibírtam azt a 2 órát, és így le tudtam azt a cigaretta mennyiséget csökkenteni, ugye, amit eddig elszívtam, azt hiszem 8 szálra, nem tudom mennyi jön ki. Nap végéig, ugye ki mikor gyújt rá utoljára, ez attól függ, meg hogy ki mennyit dohányzik. És már így sikerült nagyon lecsökkenteni, elég jól ment ez a dolog, már csak kevesebbet szívtam, talán fél doboz cigit, 8 szálat, úgy körülbelül így, és akkor beteg lett a Niki. Volt valamilyen légúti betegsége, ami elég sokáig tartott neki, gondolom egy megfázásból lehetett, vagy nem tudom, tehát alig kapott levegőt, tényleg ilyen, és én ezt összeszedtem tőle. És nagyon beteg lettem, nem kaptam levegőt, ugye, mert nem kellett a tüdőgondozó, vagy mi ez, tüdőgyulladás, elmentem a házi orvoshoz, ugye ő továbbított a tüdőgondozóba, hogy értsed, hogy miről beszélek, továbbított a tüdőgondozóba, hogy tüdőgyulladásom-e van, vagy mi ez. És akkor aszmatikus hőrkurút volt, akkor kaptam ilyen sprét, meg gyógyszereket, meg minden. És aztán ez a betegség nekem segített letenni a cigarettát,
olyannyira, hogy utána én már nem gyújtottam rá. Na most ugye, mivel nem gyújtasz rá, eléggé feszült vagy, meg ideges vagy, meg olyankor hiányzik, ugye, én szerintem nem a nikotin hiányzik a szervezetedből, én erre később rájöttem, lehet, hogy más-máshogy gondolja, én magamról beszélek, nem kell félreérteni, tehát lehet, hogy más-máshogy gondolja, én szerintem a szokás, az a megszokás, hogy fogod, előveszed, rágyújtasz, mikor ideges vagy, ugye, mit csinálsz egyből? Fú, fogom, rágyújtok, és ugye ez téged megnyugtat, hogy elszívod azt a cigarettát, és én így gondolom, és aztán ugye már nem gyújtottam rá, na hát akkor ugye feszült vagy, ideges vagy, akkor mit csinálsz? Ettem. Ugye édességet kezdtem el enni. Amúgy is egy édes szájú, nő vagyok, de akkor még jobban édes szájú lettem, ugye. És ugye mivel a cigaretta már nem volt, így a cigarettát evéssel pótoltam. Na most én már hallottam úgy, hogy valaki úgy szokott, úgy akart leszokni a cigiről, hogy hát nem evett, csak salátát. De viszont valamivel úgy pótolod a cigarettát szerintem, és én édességet ettem, sokat ettem, ugye, amúgy is szeretek enni, mert én szerettem enni, mondjuk úgy, szerettem enni, mindig kiszedtem a nagy adagokat, amik ugye tejföl volt az étrendemben, meg a teljes élelmiszerek megtalálhatók voltak, és addig én nagyon tejfölös voltam, és ugye nagy adag kaja, pörkölt, jó tésztával, tetejére tejföl, én mindig így szerettem a pörköltet, hogy még plusz tettem a tetejére tejfölt, és akkor minden. Utána repetta, ugye minden. És akkor, ugye én akkor fölrántottam magamra, azaz fölhíztam magamra 25 kilót. Tehát amúgy is már 70 kiló voltam. Akkor ugye, ha kiszámolod, akkor 85, nem, 90, emlékszem rá pontosan, hogy 95, 98. Na, menjél szépen be, jó, hogy tudjam folytatni. 95-98 kiló voltam, lehet, hogy nem jól mondtam az előbb, bocsánat érte. Tehát 95-98 kiló lettem, ugye 75 körül voltam, nem biztos, én erre emlékszem, és akkor ugye meghíztam, de nagyon meghíztam. És akkor emlékszem, hogy ugye tél volt, és hát nagyon fáztam, és lementem a kínaiba, akkor még árultak itt ilyen nagyobb méretű ruhákat, és emlékszem, hogy 4XL-es nadrágot vettem magamnak, és azt hordtam így, ugye télen. Volt, hogy mínusz 18 fok volt, és azért úgy vittem a Nikit Pestre, és azért kellett a vastag nadrág, mert azért még abba is fáztam már akkor, tehát így vettem egy ilyen nadrágot, ami egy farmer nadrág volt, és bélelt volt, ugye, hogy vastag nadrágot, hogy föl tudja költözni jobban én is. És akkor ugye híztam, úgy maradtak is a kilók, mert ugye nem foglalkoztam vele, utána ezután jött a tejérzékenységem, ugye elő, akkor ugye már nem tudtam enni, mikor elvittem a Nikit a suliba, hanem akkor meg óviba, hanem akkor már ugye egy zsemlét ettem egész nap, ha éhes voltam, vettem egy zsemlét vagy egy kiflit, mert ugye nem tudtam, mitől megy a hasa. És akkor így csináltam végig az egész napot, ugye, ilyen 4-5 óra volt, mire hazaértünk, és akkor meg nekiültünk, mindig a gyerek velem evett egy tányérból, aztán leszoktattam róla, ugye, és akkor szedtem egy nagyobb adagot, és ettünk. Mondom, baj, nem lehet, ugye, itthon vagyok. WC a közelben, ugye, mert ha a hasmenés rám jön, akkor nem lesz gondom. Úgyhogy így áttértem erre az esti evésre, ugye, ami nagyon rossz. És nyitva van az ajtó. Niki, gyere, csukd be az ajtót! Mert így kihallatszik a tablet nagyon. Megyek, becsukom, várjál. Na, ugye, és akkor így rátértem az esti evésre, az ilyen 6 órai evésre, és akkor ugye jött a tavasz, de akkor már lányom másik suliba járt, de még mindig Pestre. És hát ugye
engem nem idegesített addig annyira, hogy kövér vagyok, hanem akkor kezdett. Ugye én Turiba vásároltam egy ideig a ruhákat, most is szoktam ott, de ugye szoktam így a H&M-be is, Bonprix-ba már nem szoktam, de a H&M a kedvencem, onnan szoktam inkább, meg a kínaiba is szoktam, meg azért turkálóba is be szoktam menni, csak itt elég szakadtak az állomáson a turkálóba a ruhák, úgyhogy ott nem szoktam magamnak találni, oda nem járok, ide föl szoktam menni néha. És itt van a könyvtárban csütörtökönként egy turkáló, ami nagyon jó minőségű ruhák vannak. De csak azért mondom el, a Szentendrei valaki akkor tudja, de azt szerintem amúgy is tudja. És akkor ugye rászoktam erre az esti evésre, és akkor jött a tavasz, ugye ott hagytam abba, vettem egy ilyen szálkoptatott nadrágot, végre egy nadrág jó volt rám, rózsaszín is volt, ugye, rózsaszín az én színem, ilyen szálkoptatott volt, ugye akkori időben ez volt a divat, hú, de jó, minden, és csak ez az egy nadrágom volt, mert ugye ez az egy nadrág jött rá. És akkor hazajöttem, mondom, most már elég meleg van, tavasz van, most már tényleg megsülök ebbe a nadrágba, hát gondoltam, otthon van az a nadrág, majd fölveszem azt. De az is már alig jött föl, mert annyira kövér voltam, ugye, hogy a nadrág, az az egy nadrág is alig jött rám. De engem akkor annyira elkapott az ideg, hát mondom, most már nem igaz, hogy ez se jön rám. Na jó, van, gondoltam magamban, mondom, mától én nem fogok enni semmit vacsorára. És én nem gondoltam volna, hogy ennyire betartom ezt, és betartottam, és ugye akkor már nem dohányoztam, és ugye nappal se tudtam sokat enni, és így este már egy, nem azt a nagy adagot szedtem, kinek kiszedtem külön egy kicsit, ő egyen, és én már egy kisebb adagot elkezdtem enni, és utána már semmit, mert ugye volt vacsora még, akkor én még abból ettem. És már, és ugye mivel én kevesebbet ettem, ugye a gyomrom az kérte a kaját, tehát úgy korkott, én 2 hétig aludtam úgy, hogy olyan éhes voltam, és úgy aludtam 2 hétig, hogy abszolút, de nem ettem többet, kibírtam, és nem ettem többet. És akkor ez 2 hétig tartott, és utána már megszokta a gyomrom, ugye nem voltam éhes este, megszokta azt a kisebb adagot, amit megettem, és akkor gondoltam, hogy valahogy ezt a dolgot, ugye, hogy én kövér vagyok, egy kicsit le kéne fogyni. És akkor, hogy mondjuk egy nadrág rám jöjjön, vagy ne legyek már olyan kövér. És akkor fogtam, lementem a DM-be, sose felejtem el, ott még ugye árultak ilyen torna DVD-ket, ugye a Rubin Trékának a DVD-ét árulták, másra nem emlékszem, és akkor valami miatt ezt a Réka ad önmagad 2 DVD-t választottam, hát én aerobikozni fogok, ugye én eldöntöttem, sosem mozogtam, soha semmi aerobik, soha semmi, hát így a tornaórák a suliba, és akkor fogtam, és megvettem ugye a DVD-t haza, tehát én bedugtam a DVD-be, hogy én tornázni fogok, és elkezdtem tornázni, pedig a Réka ad önmagad 2, az egy elég kemény torna, és akkor amennyit bírtam, annyit tornáztam mindig. Volt, hogy megfájdult a fejem utána, volt, hogy rosszul éreztem magam utána, de engem nem érdekelt, és akkor is tornáztam. És ugye én ilyen elég intenzíven ezt a dolgot elkezdtem, hogy nem ettem, nem is ittam rendesen, ugye. Most is van egy applikáció a telefonomon, ami jelzi, hogy így áll, és akkor jövök, gyorsan iszok, mert fájt a fejem, minden bajom volt, rosszul voltam, de én akkor se ettem, akkor se ittam, és bizony le is fogytam 98 kilóról, nem tudom, hogy hány kilóra fogytam le, vagy 95 kilóról, ugye, ahogy az előbb is elmondtam. Nem tudom, hogy hány kilóról fogytam le, mert nem mérjegettem magam, egy az nem volt fürdőszobai ilyen mérleg, és nem is érdekelt, hogy hány kiló vagyok, volt egy nadrágom, amit elkért az unokatesom, aztán mégse fogyott bele, visszaadt, ez egy új gatya volt, és az volt az a nadrág, amivel mértem magam,
hogy mennyit fogytam. Nem volt centim, nem foglalkoztam ezzel a dologgal, és az volt az a nadrág, amit én mindig felpróbáltam, és amikor elkezdtem ezt a fogyókúrát, akkor a vádlimra is nehezen jött föl a nadrág. Tehát úgy tuszkoltam föl teljesen a nadrágot, ugye az lábszáramra, a térdem alá, hogy jobban értsen, hogy föltuszkoltam a két lábamra, és nem jött tovább. És mindig ez a nadrág, ez mindig elővett, mindig volt ez a nadrág, ugye, ezt mindig elővettem, és mindig ezzel mértem magam. És aztán mindig egyre följebb jött ez a nadrág. És akkor ugye nekem ez volt egy biztatás, és akkor egyre följebb, és egyszer csak följött már a végén, és ugye a hasamnál itt volt, ugye nem jött össze teljesen, hanem még ennyi kellett, ugye, hogy a nadrágot be tudjam gombolni. Akkor már nagyon látszódott rajtam, hogy fogytam, meg minden, de aztán a végén a nadrág az rám jött. Még amikor ide költöztem, akkor is megvolt a nadrág, igaz, hogy már kicsit megviselt volt, át kellett alakítani. Egy ideig hordtam, ugye, aztán utána kidobtam, mert már annyira szét volt, hogy már nagyon szét volt. Nem kell félreérteni, amikor így beszélek, csak én így szoktam viccelni. És ugye ide költöztünk, ez az én lányomnak, ugye, mert autista, elég nehéz volt neki ez a változás, hogy ugye egyik környezetből a másikba, és ő ezt nagyon nehezen szokta meg, és nem aludt. Tehát hiába mondtam, hogy feküdjél le, gyere, Nikikém, mindenfélét kitaláltam, macit oda tettem. Nagyon nehéz volt ez az időszak neki, több mint 4 hónap volt, mire megszokta ezt az új környezetet. Nagyon nehéz volt neki, és ugye nem aludt rendesen. Csak pár órákat. Vagy volt, hogy egyáltalán nem, átcsorgott. Állt a szoba közepén, és nem feküdt le mellém. Ugye ebbe közre játszott a menzesz is, hogy ő érezte, ugye kislány, kislányoknak meg szokott jönni, és érezte, hogy már jönni készül meg, meg ugye éjszaka nem lehetett ordítani, nem lehetett kiabálni, ugye nem lehetett hangosan sírni, mert itt azért, ahol laktam, ott alul nincs ez, ott alul nem volt szomszéd, de viszont itt meg van, meg fönt is. És hát ugye ez engem zavartna, hogy följelentsenek, amúgy is fel akartak jelenteni, úgyhogy mindegy, hogy ugye én ezzel ne zavarjam az embereket, én nagyon sokat nem aludtam. És nyugtatgattam a Nikit inkább, és megvártam, hogy elaludjon, és minden. És ugye itt még mit követtem el, hogy itt már nem mozogtam, ugye itt már nem volt DVD-m, itt már nem mozogtam, internetem az ilyen, hogy hívják azt, amely telefonomban, jaj, nem jut az eszembe, nézd meg. Hogy hívják azt, mobil internetnek hívják, ugye, azon volt, tehát azon néztem a videókat, aztán lement, ugye. Úgyhogy már nem tornáztam, befejeztem, mert ugye az előzménye ennek az volt, hogy ugye elkezdtem mondani, hogy fáj a fejem, utána is a tornától, meg minden, hogy én megerőltettem magam. Többször történt olyan, hogy jöttek ilyen foltok, éreztem, hogy ájulok, meg hogy rosszul vagyok, meg minden, és így ugye így leálltam a tornával, ugye ide költöztünk, Nikinek is nehéz volt, nekem is nehéz volt, más volt minden, meg minden, és elkezdtem kólázni, ugye, hogy magamat valahogy ébren tudjam tartani. És akkor, mert volt, hogy nem aludtam éjjel, volt, hogy egy hétig nem aludtam éjjel, csak ilyen 1 vagy 2 órákat, és akkor merőse ugye, és azért csak figyelned kell a gyerekre, és akkor elkezdtem ugye kólázni, utána ugye a tejérzékenységemmel nem foglalkoztam, ugye akkor elkezdett menni a hasam ugyanúgy, ha jettem tejesre, tehát ez mindig megmaradt ez a probléma, mindig lementünk a pékségbe, vettünk egy sütit, már a végén azt csináltam, hogy egyszer egy sütit vettünk, azt összevágtuk, és akkor azt tettük meg ketten, mert én nagyon édes szájú vagyok, én mindig kívánom az édességet. Ugye a dupla jó a kedvencem, ha a vásáros videóban benne szokott lenni. Ne eszem mindig, de néha megengedem magamnak. Na és akkor az, arra visszatérve, hogy kólát kezdtem inni, és akkor
Ugye vettem minden nap egy-két liter kólát, tehát azt nyakaltam, ugye, hogy fönt tudjak maradni, mert ugye abban koffein van, én engemet az éberen tart, fönt tart minden. Igen, ám, de hízott a falagam, elég szépen. Aztán egyszer csak azt vártam, hogy mikor fogom már megint észrevenni magam, és mikor fogok már megint elkezdeni tornázni. Á, nem volt, nem akarok tornázni, gondoltam, hogy nem tornázok, így jó vagyok így. Aztán egyszer csak megint elértem ugyanarra a pontra, és akkor ez volt tavaly április, május környékén, hogy minden nap odaálltam, és amennyit bírtam, annyit tornáztam. Igen ám, de az alatt, az idő alatt, ugye, amíg én nem tornáztam, elszoktam a mozgástól. És ugye én kit szeretek nagyon? A Rubint Rékát, és annak szeretem a tornáit nagyon, és én azt szoktam csinálni mindig. Meg a Rubint Rellát újabban láttam, hogy van karizom gyakorlata, és én őrá szoktam tornázni. Ezt a kettőt szeretem, meg a Véres Alexandrának. Ugye vannak kardgyakorlatai, amiket szoktam csinálni. Ez a három ember van, ugye, akit én nagyon szeretek, és ezekre szoktam edzeni. És elkezdtem megint ugye tornázni, és akkor ugye vettem ezeket a nagyméretű ruhákat, ugye. Észrevettem nyáron, hogy én nekem nagyon tetszenek a rövid ujjú ruhák, meg minden, hogy milyen jó, mert más jól néz ki, meg más föl tud venni egy rövid szoknyát. Én meg ilyen kövér vagyok, és nem tudok fölvenni egy rövid szoknyát. Föl tudok venni, nehogy félreértsd, mert van, csak nem áll jól. Tehát engemet nagyon zavar az, ha valaki fölvesz egy rövid ruhát, nem szoktam senkit ezzel megbántani, és kilóg a lába, ugye, és kövér. Mert az hát, ugye, a térdet fölötti résznél a combod az vastag, és az kilóg a ruhából. Zuhan undorító, hogyha szerintem, nem kell félreérteni, szerintem az undorító, ha valakinek, ugye, vastagot lent a lába, és fölvesz egy ruhát. Nem áll rajta se, hogy csúnya vastag a lába, tőlem fölveheti, nem akarok senkit megbántani, nehogy azt higgyétek megint. Tehát én nem szerettem úgy fölvenni egy szoknyát, és most se szeretek, hogy vastag a lábam, és kirúg az az alsó comb rész, ugye, ami kövér, ami a térded mellett van, vagy fölött van, vagy mit tudom én, értette. És csúnya az, valakinek vastag a lábja. Szerintem csúnya az, ugye, ha valakinek nagyon vastag a karja, és fölvesz egy ilyen pántos akármit, csúnyán néz ki szerintem, én így nem öltöznék föl. És most nyáron, amikor már így elkezdtem olyan április, ilyen május körül, így fogyok úrázni, akkor úgy észrevettem, hogy a karom is lejjebb ment, ugye, lábam is lejjebb ment, és én rettenetesen szeretem az olyan ruhákat, ami alul hosszú, hiába vagyok kicsi, mert 153 centi vagyok, ugye, hiába vagyok kicsi, én nekem az rettenetesen tetszik, hogyha egy ruha hosszú, tehát így bokáig ér, itt fölül nyitottabb, majd megmutatom, vannak olyan ruháim, ugye, amit tavaly nyáron szereztem be. Mindig is akartam ilyen ruhákat, csak ugye én nem értem annyi pénzből, hogy megengedhessek magamnak ilyen ruhákat, és azért varogattam a ruhákat. Ugye, egyikből a másikat, mindig így átalakítgattam a ruhákat, és azokat hordtam. És akkor visszatérve a másik dologra, hogy vettem egy ilyen, ugye a kedvencem a divatshop.hu, még nem beszéltem róla, abból a butikból vásároltam egy ilyen rózsaszín, csíkos ruhát, volt hozzá egy kis feliratos kötő, és hosszú volt, és két oldalt ilyen felslicelt, és annyira tetszett, hogy ugye azt megvettem magamnak, és aztán láttam náluk egy másik ruhát, ami kék színű, ilyen sötétkék, van itt egy ilyen arany kis biléta rajta, nem tudom, hogy hívják amúgy, ilyen kitözőféleség rávarva, és az is ilyen hosszú, derékben van egy gumi benne, és sötétkék, és alul meg csíkos, rettenetesen szeretem a csíkos formikat is. Na és az is ilyen kétoldás licelt,
ilyen hosszú egész leír. És na, én az ilyen ruhákat nagyon szerettem, és ugye vettem magamnak két ilyen ruhát, és ugye mivel már a karom nem volt olyan vastag, így elkezdtem hordani ezeket. Na még, ami még zavart, ugye amikor kövér voltam, mert mondják azt, hogy jaj, jól érzem magam, meg én így elfogadtam magam, meg minden, de én magamról beszélek, mint mindig mondom, hogy ugye, ha te kövér vagy, a combod összeér. Na most az ott véresre dörzsöl, ugye például elmész valahova, vagy akármi. Tudom, hogy vannak erre praktikák, hogy be kell kenni izzadságátlót dezodorral, meg ezzel, azzal, de szerintem ez nem igazán segít, úgyhogy így ez is közrejátszik, ugye ha tuci vagy, akkor jobban hízó, jobban izzadsz, ha tuci vagy. Nem tudsz fölmenni egy lépcsőn normálisan, úgyhogy ne fáradjál el. Ezeket én magamon vettem észre, akkor, hogyha messzebbre mész, hamarabb elfáradsz, a szíved nem bírja annyira, meg minden. És én azért döntöttem így, hogy ugye csak ennyi idős vagyok, amennyi vagyok, és most már azért talán idősödöm, és azért egy kicsit erre oda kéne figyelni, hogy ne legyek már annyira duci. És azért kezdtem én el tornázni, ugye mai napig is edzek, jó, amikor elmismásolom, mert ugye két napot szoktam tartani, pihenőnapot, ami kell ugye a szervezetednek, hogy pihenjél, nem tudom, hogy ez kell-e vagy se, én szoktam tartani, és ugye mai napig tornázni, megy lefele, ugye, ami évek alatt fölrakódott rám, de már azóta se dohányzok, szerintem már van 18 20 éve már leszoktam a cigarettáról, nem hiányzik, nem szívok el egy szál cigit se, és azóta se cigit. Ja, és zavar is, tehát a füsttől, érdekes ez, hogy dohányoztam, ugye? A füsttől, attól rettenetesen rosszul, nem bírom, fulladok is, meg minden, és még mi volt az indoka, amit én elfelejtettem elmondani, az az, hogy én ugye nagyon allergiás vagyok pollenre is, mindenfélére, Niki is ugyanúgy, szedünk rá gyógyszert is minden este, télen-nyáron muszáj szedni, mert viszketünk, ő is és én is, és ugye én nekem azt mondták a fülészeten, nálunk itt az allergia dolgokkal ott foglalkoznak, ugye, ami a légúti, hogy ott csinálták a vizsgálatot is, hogy szokjak le a cigiről, mert ha nem szokok le a cigiről, akkor azt más leszek. Tehát ugye muszáj is volt leszokni erről a rossz szokásról, és hát ugye én így hagytam abba a dohányzást, mai napig nem. Néha azért eszembe jut, és elszívnék egy szál cigit, de ugye mivel az egészségemnek ezzel ártok, így nem szoktam. Azért néha jó lenne. És sajnos ez a gondolat, ez néha a fejembe begyűl, hogy úgy mondjam, a hülye gondolkozik. Tehát így szoktam erre gondolni, néha olyan jó lenne egy cigi. Lehet, hogy aztán megnyugtatna, hogyha stresszes vagy, azért másám. És én így szoktam le. Ugye a mai napig tornázok, most már elég szépen látszik. Most már én azon vettem észre, hogy a nadrágom ugye nem olyan szűk már, nagyon sok nadrágom van, ami nagy már, de én szerettem ezeket itthon hordani, ugye vettem már kisebbeket, meg van ugye az a, vettem egy kantáros ruhát, amit nem mutattam még nektek, de az is most már egyre jobban áll, meg vartam egyet, majd azt is megmutatom. Vettem tavaly a H&M-be egy farmenadrágot, ami ilyen szakadt farmenadrág volt, és abból átalakítottam egy kantáros vagy kertésznadrág egy kertész szoknyát, ami hosszabb, de le fogom vágni, mert kitaláltam mást vele. Úgyhogy szeretnék tavaszra lefogyni annyit, hogy föl tudjak venni egy normális ruhát, amiben én jól érzem magam. Tehát úgy vettem még észre, ugye, hogy kabátom nagyobb, itt két oldalt, lett derekam, van csípőm, kisebbek a fehér nemük, ugye, mert lefogytam, kisebbek kellenek, hogy értsed, és akkor minden más. És azóta sokkal jobban érzem magam, amióta ugye nem dohányzok, a fejfájásom elmúlt, aztán visszatért, de szerintem a stressz is nagyon tud
fejfájást okozni, meg ugye a szemüvegem is rossz volt, úgyhogy nekem azóta nem fáj a fejem. Amióta odafigyelek az ivásra, azóta jobb a közérzetem. Én is szoktam nyomott lenni, én is szoktam olyan lenni, hogy jaj, most nincs semmihez kedvem, de ugye ezt nem tehetem meg, mert azért főzni kell, takarítani kell, csinálni a dolgomat ugye minden nap. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Ja, még a másik fele, az már megint elköszöntem előre, ja, ez rossz szokás. Na mindegy, majd leszokok róla. Azt szerettem volna elmondani, amit elfelejtettem. Mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Hogy? Hát, hogy ugye a fogyókúrára, hogy fogyókúrára, hogy én, hogy... Ja, nem váltottam életmódot. Tehát én eszem ugyanazt, amit eszek. Jelenik. Menjél be, drágám, vegyél kettőt, és menjél be. Úgy. Készen van, befejezte. Na, és ugye nem váltottam életmódot, a táplálkozásom ugye csak annyiba lett más, hogy a teljes élelmiszereket mellőzöm, amennyire csak tudom, mert ugye nekem, hogyha teljeset eszek, akkor migrénem van, rosszul leszek, látászavarom van, rosszul vagyok, ráza ideg megy a hasam, nagyon rosszul vagyok, akkor olyankor leszoktam feküdni, hogyha így bele megyek, mert volt olyan, hogy belementem, és az volt az utolsó alkalom, hogy lent az állomáson. Mindig mondták, hogy ez a kakaós csiga, amit én szoktam venni, vettem mindig, az tejmentes, de nem volt tejmentes, mert rosszul lettem tőle, fájt tőle a fejem. Ugye előjött a migrén, hány ingerem volt, rázott a hideg, tehát rosszul voltam, ment a hasam, ugye, és akkor lefeküdtem, és akkor eldöntöttem, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy én valahol valamit is vettem, amire azt mondják, hogy tejmentes. Na tehát nem váltottam életmódot, mármint az étkezéssel kapcsolatban, mert ugyanazt teszem, amit eddig ettem, csak kevesebbet. Tehát kisebb az adag. És ugye amióta én leszoktam, amióta én diétázok a tejre, azóta nem eszek szívesen. Megijött a Niki kekszé. Menjél gyorsan be, már mindjárt kész vagyok, jó? Igen, ott egy lámpa. Na? Nikikém, drága, menjél be, hogy fölvegyem ezt a videót, és akkor utána kész van mindjárt. Igen. Hogy ugye nem váltottam. Nem váltottam. Mit nem váltottál? Nem tértem át másmilyen élelmiszerekre, ugye, hogy életmódváltás, ugye élelmiszerekbe gondolkozok, és ugyanazt teszem, amit szoktam, csak kevesebbet, és nem igazán szoktam repetázni. Így nem lényeg a repeta, de elég édes szájú vagyok, úgyhogy azért a kekszet meg szoktam venni, vagy ugye sütök itt van sütit, de minden nap tartom az edzést, és elég szépen mennek le a kilók, úgyhogy remélem tavaszra lefogyom azt a súlymennyiséget, amennyit kiszűztem magam elé, ha nem is annyit, de már valamennyit sikerült lefogyni, és szerintem sokkal soványabb vagyok, mint voltam. Tehát akkor most köszönök el újra, ennyi volt ez a videó, sziasztok, iratkozzál fel, és nyomd meg a harangot, hogy ne maradj le a következő videóról sem.